Hogyha ezt a videót megnyitottad, akkor bizonyára te is szeretnél gaming csatornát létrehozni, vagy pedig már létrehoztál gaming csatornát, és nem igazán működik. Nem jön elég megtekintés, nem jön elég feliratkozó, és nem tudod, hogy igazából mi a probléma. Miért nem nézik a videóid? Úgyhogy ebben a videóban választ kapsz ezekre a kérdésekre, illetve arra is, hogy ha most szeretnél gaming csatornát létrehozni, akkor mire figyelj? Úgyhogy üdvözöllek ebben a videóban, én Szabó Viktor vagyok, YouTube tippekkel és trükkökkel foglalkozom mostanában, és támadt egy videó öntetem, hogy bemutatom, hogy ha valamilyen csatornát csinálnék, akkor azt hogyan csinálnám. A sorozat legelső darabja pedig a gaming csatorna lesz, a csapó után pedig bele is vágunk, és részletesen végig vesszük átozzig, hogy hogyan hoz létre egy gaming csatornát, vagy ha már van egy, akkor hogyan fejlesz fel, hogy sokan nézzék, sokan iratkozzanak fel, stb. De még mielőtt belevágunk, hogyha szeretnél még több ilyen tartalmat, akkor mindenképp csapódj a feliratkozás gombra, dobj egy lájkot is, és ha bármi véleményed vagy kérdésed van a videó kapcsán, akkor a komment szekcióval jöhet. Igyekszem minden kommentre reagálni, úgyhogy csapjunk bele! Tulajdonképpen kezdjük is a legelején, ugyanis kétféle csatorna típus van tulajdonképpen, ami gaming csatornából létrehozható. Az egyik az örökzöld játékokra épül, ilyenek, csak hogy pár példát mondjak, például a Fortnite, illetve a Minecraft. Emellett pedig vannak azok a játékok, amik nem örök zöldek, amik ilyen trendek tulajdonképpen, ez pedig az Among Us, hogy csak egyet kiemeljek. Ugye az örök zöld játékok azok folyamatosan pörögnek, mint egy Minecraft, az sose hal meg tulajdonképpen. A trend játékok pedig láthatjátok, például ha Google Trendben megnézzük ezt a két játékot, a Minecraftot és az Among Us-t összehasonlítjuk, akkor láthatjátok, hogy az Among Us-nak van egy ilyen kiugrása, amikor nagyon-nagyon-nagyon népszerű volt, a Minecraft pedig folyamatosan népszerű, szóval ez a kétféle csatorna típus létezik. Hogyha az örökzöldet választod, és azt mondod, hogy egy olyan játékot szeretnél játszani gaming csatornán, ami mindig él, és ugye, mivel folyamatosan használják az emberek, ezért folyamatosan fejlesztik is a játékokat, és így mindig vannak update-ek, szóval mindig van benne újdonság, úgyhogy ilyen kifogyhatatlan videó téma ötletek vannak ebben. Hogyha ezt választod, akkor tulajdonképpen érdemes a csatornának egy darab játékot kiválasztani, tehát egy olyan játékot, amit nagyon szeretsz, és kapásból mondjuk így el tudnád képzelni azt is, hogy akár évekig ezzel játsz, és ebbe gyártsd a tartalmat. Szóval nem egyszerű döntés. Viszont ha a másikat választod, a trend játékokat, akkor ott számolnod kell azzal, hogyha mondjuk elkezded az Among Us csatornádat, akkor nem biztos, hogy amikor már tulajdonképpen meghalt ez a játék, akkor nézni fogják a csatornád. Ilyenkor játékot kell váltani, szóval itt, ha trendekre ülsz fel, akkor mindig lesz új játékod, viszont folyamatosan meg kell újítanod a csatornád. És biztos, hogy nagy lemorzsolódásokkal jár, tehát aki mondjuk eddig Among Us fan volt, de biztos, hogy az új játékot, amit te választasz, azt szeretni fogja. Illetve itt mindig figyelned kell az új feltörekvő játékokat, és időben átnyergelni. Szóval tulajdonképpen ez is nehéz, ugyanúgy nehéz az is, hogy egy játékról gyártasz folyamatosan tartalmat, de az is nehéz, hogy folyamatosan új játékokról kell tartalmat gyártanod. Úgyhogy te döntesz, melyiket választod, nem lennék a helyedben, hogy ki kéne választani. Én egyébként az örökzöld kontentet választanám, mert abba van szerintem a legtöbb lehetőség. Na de, ugorjunk is tovább. Induljunk el az örökzöld tartalmakon, szóval mondjuk egy Minecraft. A Minecraftot nagyon-nagyon-nagyon ki lehet bontani, és többféle videótípust lehet csinálni. Én háromféle videótípust különböztetek meg gaming tartalomnál. Az egyik az izgalmas videótípus, ez lehet valamilyen sztori elmesélés, lehet valamilyen challenge, kihívás, stb. A lényeg, hogy a néző egy percre sem unatkozzon, akármilyen challenge-et csinálhat, szoktak egyébként rengeteg ilyen challenge-et készíteni az emberek, vagy különleges játékmódokat próbálnak ki, Minecraftban nagyon-nagyon sok ilyen van. A következő a vicces videók, ez akár lehet egy ilyen végig
játszásból, kivágott vicces jelenetek, rédzselések, stb. Szóval ebben is rengeteg lehetőség van. A harmadik videó típus pedig az informatív videók, ezek tulajdonképpen tutoriálok, easter egg-ek, hogyha mondjuk Minecraftnál maradunk, akkor ilyen crafting receptek, akár ilyen mod bemutatók, vagy amikor kijön egy új frissítés, akkor annak a bemutatója. Ebbe is számtalan ötlet van, én ezeket keverném, ha lenne egy gaming csatornám, úgyhogy neked is azt tudom javasolni, hogy keverd őket. És akkor ugorodunk is a formátumokra, ugyanis mostanában most már több formátum is létezik. Ugye van a normál videó formátum, most egy ilyen videót nézel, ezek általában minimum 8 percesek kell, hogy legyenek, de rövid formátumban is működnek, tehát 3-tól akár 40 percig, tehát még a hosszú formátum is működik. A lényeg, hogy ezek mindenképpen izgalmas és vágott videók legyenek, tehát ne hagyj benne semmi kis sallangot, de erre majd később még visszatérünk. Illetve vannak a rövid tartalmak, ezek a shortsok, a TikTok videók és Instán a Reels videók. Ezek a rövid videók maximum 1 percesek és álló formátumúak. Én, ha YouTube-on elkezdenék most gaming csatornát csinálni, akkor mindenképp külön csinálnék egy shorts csatornát, tehát ha mondjuk a Szabó Viktor lenne a gaming csatornám neve, akkor lenne egy Szabó Viktor shorts. Semmiképpen nem töltenék fel a fő csatornára shorts videókat, ezeket külön kezelném, viszont a shorts csatornán a leírásban meg mindenhol megadnám az eredeti, a fő csatornának a linkjét, hogy oda lehet menni és nézni a teljes tartalmakat. Itt mindenképpen ugyanazt gyártanám, vagy izgalmas, vagy vicces, vagy pedig informatív videókat. Emellett pedig ezeket a videókat, a shorts videókat feltölteném TikTokra és Instagramra is, úgyhogy ott is építeném a bázist, és mindenhol a fő csatornára mutatnának a linkek. Tehát az lenne a fő cél, hogy a shorts csatorna tulajdonképpen egy ilyen behúzó cucc legyen, amit ha megnéznek az emberek, akkor azt mondják, hogy wow, még te szeretnék ebből a tartalomból még többet, és átmennek szépen a fő csatornádra, amit sokkal könnyebb monetizálni, mint egy shorts csatornát. Na de ha már itt tartalom típusok, streamek. Streameket én mindenképpen a Twitch-en tolnék, gaming témában főleg, és a vodokat feltölteném egy külön vod csatornára. És hogy miért? Általában, ha megnézitek, én a csatornámon YouTube-on live-olok, de azért a játékokban sok a zene, meg egy game streamet jó úgy csinálni, ha van rendes zene, ezáltal a Twitch-nek sokkal barátságosabb a copyright rendszere, és a VOD-ban már nem jeleníti meg a zenét, hogyha ügyesen beállítod, viszont a streamek meg sokkal élvezhetőbbek. Én mindenképpen úgy csinálnám, hogy a VOD-okat feltölteném YouTube-ra, a Twitch-en pedig mennének az élő adások. Ezek fontos, hogy rendszeresek legyenek. Ez a kulcs, egy rendszerességet kell kialakítani. A másik fontos dolog streameknél, hogy ne legyél csendben. Ne legyen olyan időintervallum, amikor nem beszélsz, folyamatosan beszélj, akármiről. Szóval a lényeg az, hogy ha bárki bekapcsolja a live-odat, akkor már rögtön legyen valami, amit hallgathat. Ne csak annyi, hogy épp bányászod a Minecraft-ba a köveket, mert az unalmas, és elkapcsol azonnal az ember, és esélyt sem ad annak, hogy megnézze, hogy egyáltalán mi ez a live, miről szól. Szóval folyamatosan beszélj a chattel, folyamatosan kommunikálj, hogyha valaki ír, akkor mindenképpen válaszolj rá. Ez egy hosszú folyamat, amíg ezt megtanulod, hogy lehet minél jobban streamelni. Én is még csak gyakorlom, szóval, ja, igen. De, hogyha nem szeretnél live-ozni, akkor marad ez a két csatornád, az egyik a shorts, a másik pedig a fő csatornád, úgyhogy streameknél is a fő csatornára kell irányítanod az embereket, ez a célja tulajdonképpen, vagy a VOD csatornára, hogy ott nézzék vissza, és illetve a VOD-ról is, hogyha mondjuk készül a streamből ilyen összevágott highlight, akkor azt is a fő csatornára ragd, a VOD-ot pedig nyilván a VOD csatornára, úgyhogy ez ennyire egyszerű tulajdonképpen. Na de, menjünk is tovább. Nem elég tulajdonképpen annyit csinálnod, hogy leülsz és játszol. Szóval ez sem live-ban, sem pedig vágott videók formájában nem működik igazából, szóval muszáj valami pluszt hozzátenned mondjuk a személyiséget, ha elég vicces vagy, elég szórakoztató figura vagy, akkor nyilván a személyiséged miatt fogják nézni a csatornádat. Ilyen például itthon Zsozi atya, vagy pedig hozzátehetsz egy sztorit, rengeteg ilyen videós van, például ide sorolnám a MrBeast Gaming csatornáját, ő mindig egy sztorit csinál, pénzt oszt, vagy kitalál valami kihívás, szóval valami sztori legyen benne, illetve hogyha csak gémezel, tehát tényleg csak játszani akarsz,
akkor is legyen valami narráció. Tehát mindenképpen már a videó első pár másodpercében szólj az emberhez, mert ha csak egy sima ilyen game videót lát az ember, az már nagyon kevés. Illetve amikor ilyen vágott videót csinálsz a gaming csatornára, akkor mindenképp kerüld a hangos intrókat, hogyha intrót raksz, akkor az legyen rövid, tömör, és ne üssön el annyira a videód hangjától. Emellett pedig mindenképp kerüld azokat a dolgokat, amit szoktam látni ilyen csatorna elemzések során, olyan game videókat, ahol mondjuk azzal indul, hogy bocs srácok, nem volt stream az elmúlt időszakban, vagy köszönöm szépen a 20 feliratkozót, ezeket mindenképpen kerüld el a videó legelején, hiszen a videó legeleje a legfontosabb pont, ott kezdik el az emberek nézni a tartalmat, és ha már nem izgalmas számukra, akkor rögtön ki is kapcsolják, esélyt sem adnak annak, hogy megnézzék a te game videót, pedig lehet, hogy tök jó, csak azzal kezded, hogy 20-30 másodpercen keresztül beszélsz olyan dolgokról, amik amúgy nem is érdekesek. Emellett mindenképpen javaslom, hogy ahogy említettem korábban két csatornát, mindenképp inspirálódj nagy gaming csatornáktól, hiszen ők már valamit letettek az asztalra, valamit kitaláltak, tök jó inspiráció lehet, úgyhogy nézeges videókat, akár analitikus szemmel is, hogy van összevágva, miről beszélnek benne, hogy nyitják a videót, hogy zárják a videót. Nem biztos, hogy mindegyik nagy csatorna jól csinálja, de szerintem lehet ilyen inspirációkat szerezni mindegyik csatornáról, úgyhogy mindenképp fogyassz sok-sok gaming tartalmat. Fontos, hogy ne másold le őket, tehát ne egy az egybe videó ötleteket dobj tulajdonképpen, hanem azért csak maradjon inspiráció. Na és akkor gyakoriság. Én azt javaslom, hogy heti egy videót mindenképpen tölts fel a csatornára. Érdemes induláskor többet is feltölteni, tehát induláskor mondjuk heti 7 videóval kezd, vagy első nap rak fel 3 videót, hogy aki már azt a 3-at megnézi, ne az legyen, hogy csak egy videó talán a csatornádon, és azt mondja, hogy oké, egy videó, nem tudok többet nézni, akkor megyek is tovább, hanem legalább legyen mondjuk 3 videó, és tartsd a rendszerességen, szóval, hogyha heti egyet raksz fel, akkor az heti egy legyen, ha viszont 2 hetente egyet, akkor az 2 hetente egy legyen, és mindig tartsd. Illetve arra is figyelj, hogyha mondjuk minden szombaton 6 órakor érkezik videód, és tudod is előre ezt garantálni, akkor mondd el a közönségednek, és ők már minden szombaton 6 órakor ott fogják várni a videót, szóval ezt érdemes szem előtt tartani, és tényleg rendszeresen tartalmat gyártani. Azt szoktam mondani, hogy minél több tartalmat gyártasz, annál jobb, viszont ne legyen az, hogy nem tudják az emberek végignézni, tehát hogyha heti 14 videót töltesz fel, azt nyilván nem fogják tudni megnézni az emberek, az megint csak rossz, legalább annyira rossz, mintha rendszertelenül néha-néha töltenél fel egy-egy videót össze-vissza, szóval tartsd a rendszerességet. Illetve a videókról magukról még nem beszéltünk, érdemes normális címeket adni, plusz némi leírást, hogy miről is szól a videó, illetve a tegeket a megfelelő helyre írd, és ne használj nem releváns tegeket. Használj 3 kiemelt hashtaget, de ezek is tartozzanak a videóhoz. Illetve a címeknél is figyelj arra, hogy izgalmas címek legyenek, ne pedig mondjuk az, hogy Minecraft, vagy Minecraft élőadás, rengeteg ilyen videót láttam, szóval izgalmas címek. Emellett pedig az index képek is legyenek letisztultak, egyszerűek, és ne akarj mindent felírni az index képre, vagy a játékból minden karaktert rárakni az index képre, hiszen az úgy nem lesz jó. Emellett pedig törekedj arra, hogy egységesek legyenek az index képek, tehát vagy a logódat mondjuk rakd rá, vagy hasonló stílusba készüljenek, esetleg mondjuk ugyanazzal a betűtípussal, szóval számtalan ilyen dolog van, de egyébként részletesen találsz kb. Mindenről, amiről eddig beszéltem, külön-külön tutoriálokat, tehát a videók ütemezéséről, arról is találsz videót, hogy hogyan keres YouTube videó téma ötleteket, és hogyan ne fogy ki belőlük soha, szóval találsz egy szép hosszú lejátszási listát a leírásban, ajánlani tudom neked ezt, de előtte még ezt a videót nézd meg. Szóval vissza a gondolatmenethez. Hiába van mondjuk jó címed, meg hiába van jó indexképed, meg hiába állítottad be, hogy melyik játék van a videóban, és raktál jó tegeket, ez kevés. Hiszen a videód a legfontosabb, szóval tulajdonképpen, ha nem jó maga a videó, akkor az bármilyen köntösbe csomagolhatod, hiszen el fognak kattintani. Szóval már korábban említettem, hogy hagyd le a fölösleges sallangokat, a hosszú intrókat, a hangos ordító
intrókat, amiknek nincs semmi jelentőségük, vagy egyszerűen csak borzalmasak szoktak lenni néha. Na mindegy, ezeket hagyd el, és azt is hagyd el, hogy miért késett a videó, azt is hagyd el, hogy most épp nem vagy olyan jó kedvedben. Ezek lényegtelenek, rögtön köszönj be, és rögtön vágj bele a videóba. Ne legyen unalmas, tehát mindenképpen izgalmasra vágd, sokan elkövetik azt a hibát, hogy felveszik a videót, és feltöltik. Nem szabad, mindenképpen vágd meg, mindenképpen vágd ki azokat a dolgokat, amik unalmasak, a töltőképernyőt vágd ki, azt vágd ki, hogy belebakizol, azt is vágd ki, amikor nem történik semmi, szóval egy izgalmas videót vágj belőle, a lehetőség ott van a kezedben, illetve tudok neked ajánlani különböző programokat, amik ingyenesek és nagyjából profik, ilyen a DaVinci például, ez egy ingyenes videóvágó szoftver, illetve az indexképek elkészítésére a Canva, a GIMP vagy a Photopea alkalmazásokat tudom neked ajánlani. A Canváról egyébként van külön videóm, szóval azt is megtalálod a csatornán. Egy dolgot jegyezz meg, a videó kapcsán nagyon-nagyon-nagyon fontos a hang. Szóval nem muszáj 4K-s videókat csinálnod, elég mondjuk a HD vagy a Full HD, mondjuk a Full HD-t azt érdemes tartani, viszont a hangnál mindenképp oda kell figyelni, hogy ne zúgjon, ne recsegjen, ne legyen halk, illetve ha raksz valami háttérzenét, akkor az is szépen halkan menjen a videó alatt. Tulajdonképpen mindent elmondtam arról, hogy hogyan csinálnék én egy gaming csatornát, remélem, hogy inspiráló volt, és remélem, hogy voltak benne hasznos dolgok. Nem nehéz, viszont nem elég csak játszani, szóval így összegezve az egészet, az, hogy csak leülsz és játszol, már nagyon kevés, valami pluszt kell beletenni, és nyilván sok munka. Tehát, hogy nem kell egyik pillanatról a másikra várni azt, hogy majd több százezer ember elkezd nézni, és feliratkozik, ez egy lassú folyamat, amíg szépen csinálgatod a videókat, egyre jobb videókat csinálsz, egyre jobbak a leírások, egyre jobbak az indexképek, a címek, és egyre jobban ráérzel arra, hogy mi az, amit megnéznek az emberek, mi az, amit nem, szóval tulajdonképpen ennyi az egész. Játéknak tűnik, bár nem játék, tehát munkát kell belerakni, viszont sose felejtsd el, hogy a YouTube az egy ilyen tulajdonképpen játszótér, szóval nem szabad véresen komolyan venni, hogyha beszólnak kommentbe, azt sem szabad úgy felfogni, hogy úristen, most összedőlt a világ, ha nem nézik meg annyian a videóidat, ha mondjuk megnézik minden videódat 100-an, és az következőt, amit feltöltesz csak 30-an, akkor sem kell kétségbe esni. Móka is kacagás, szóval sok sikert kívánok. Tényleg, ha bármi kérdésed van, akkor a komment szekcióban én igyekszem segíteni és megválaszolni. Úgyhogy ha gaming csatornát csinálnék, nagyjából ezt a stratégiát követném, és szerintem egy éven belül simán meg lenne az 1000 feliratkozó, meg a 4000 óra. Én így nyomnám. Köszi szépen a figyelmet, én Szabó Viktor vagyok, és találkozunk a következő videóban. Aliho!